Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóink! Nagyon örülök, hogy így találkozhatunk rendkívüli körülmények között, és itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár az utóbbi napokban, hetekben az előző Veritas esteknek a felvételeit is közzétette, ezek elérhetőek a honlapon. A mai Veritas estünk már a szokásos időpontban, tehát mint mindig eddig is a hónap első kedjén 6 órakor jelentkezik. Örülök, hogy ilyen formában is folytathatjuk a programot, és legalább virtuálisan találkozunk egymással. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket, mielőtt megkezdjük a mai beszélgetést. Arra, hogy intézményünk majdnem valamennyi eddig megjelent kötetét is kitettük a honlapra, tehát a Veritas évkönyvek, a Veritas könyvek, illetve a Veritas füzetek sorozata elérhető a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár honlapjáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam mai estünknek a résztvevőit. Először vendégünket, ifjú Bertényi Ivánt, aki a Bécsi Kollégium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, egyben a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek az igazgatója, illetve munkatársamat, Gali Mátét, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárból, aki az intézetnek a tudományos munkatársa. Olyan témát kezdünk ma, amelynek nyilván lesz folytatása, egészen biztos vagyok benne, hogy még több Veritas estünk fog erről szólni a következő időkben, hiszen Trianonnak a problémáival foglalkozunk. Elsősorban az előzményekkel, 1918 és 19 eseményeivel, illetve a béke aláírásának a körülményeivel. Először azt szeretném kérdezni, hogy milyen látható jelei voltak, vagy érezhető jelei voltak annak, hogy itt valamiféle katasztrófa következhet be a dualizmus idején, és mik voltak azok a fő problémák, amik afele mutattak, hogy esetleg az osztrák-magyar monarchia és benne Magyarország fölbomolhat. Üdvözlöm a kedves nézőket és titeket, szeretettel üdvözöllek, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy a dualista korszakban, sőt már jóval előbb a 19. század közepén is a magyar politikai elitnek azért benne volt a tudatában, hogy a magyar királyságnak a területi integritása, illetve az azon belüli magyar irányítás, az nem egy öröktől fogva való és örökké létező tényező. Tehát erre az adottságra, erre a részben áhított, részben valóságos helyzetre igen sokan néztek ferde szemmel, és igen sokan jelentettek rá veszélyt. Ezek közül, a tényezők közül némelyek igen komoly veszélyt jelentettek, mint például maga a Habsburg udvar az időlegesen visszatérő és felerősödő centralizációs törekvéseivel, illetve 1849-ben ezt nagyon könnyen lehetett tapasztalni, az orosz cári birodalom, amely ebben az évben az intervencióval látványosan mutatta, hogy igenis érdekelt abban, hogy mi folyik a Kárpát-medencében. Nem tűnt ennyire veszélyesnek, de létező probléma volt a nemzetiségi mozgalmaknak a magyarokkal szemben megfogalmazott különböző jellegű és különböző erejű törekvése. És a magyar politikai elit nagyobbik része úgy gondolta, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben nyújt majd megoldást és védelmet az 1867-es kiegyezés, hiszen ha a Habsburgokkal meg tudunk egyezni, kompromisszumot kell kötni, akkor ő rájuk már nem nyílt ellenségként, hanem partnerként tekinthetünk. Ha Magyarország egy nagyhatalom részeként és bizonyos befolyásgyakorló részeként élhet a továbbiakban, ez volt ugyanis a dualizmus egyik legfontosabb eredménye, akkor ez egy védelmet jelent a külső támadásokkal, az orosz fenyegetéssel szemben, és hogyha egy ilyen még kedvező pozícióba kerül a magyar politikai vezető réteg, akkor ez már önmagában is elegendő lehet a nemzetiségi mozgalmak adott esetben szeparatisztikus tendenciáival szemben is. Ez a kedvező helyzet tart fenn tulajdonképpen egy virágzó állapotot 1867-től az első világháborús korszakig, ugyanakkor ez az első világháború kirobbanásával rögtön veszélybe kerül. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy az orosz birodalom és az osztrák-magyar monarchia között beálló hadi állapot azonnal Magyarország területi integritásának a veszélyeztetését jelentette. Az orosz cári birodalomnak kezdettől fogva olyan hadi céljai voltak, amelyek a Habsburg birodalom és azon belül Magyarország területi épségét is eminens módon veszélyeztették. Tehát
hogy lezárjam kicsit hosszúra nyúlt válaszomat, ez az első világháborúban azonnal probléma lett, és a magyar politikai előtt pontosan tudta, hogy egy háborús vereség esetén Magyarország területi integritását nem lehet majd megvédeni. Köszönöm szépen, Márti, esetleg valami kiegészítésed? Először is szeretném üdvözölni az érdeklődőket. Megkülönböztetett figyelemmel édesanyámat, aki a mai napon ünnepli a névnapját, és hát szeretnék minden Györgyi nevű kedves érdeklődőnknek boldog névnapot kívánni. Ezt az osztrák-magyar monarchia szellemiségét annyiban megidéző beszélgetésen, hogy Bertény Iván Bécsből, mi pedig Gábor a Budapestről jelentkezünk be. Én két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Egyrészt Iván említette a kiegyezés rendszerét, valamint a nemzetiségi kérdést. Na most ugye a nemzetiségi kérdés itt a 19. század második felében, utolsó harmadában a magyar politikai gondolkodókat, hát az egyik leginkább foglalkoztató kérdés volt. Ha már szóba került az osztrák és a magyar kiegyezés 1867-ből, említeni lehet talán az 1868-as horvát-magyar kiegyezést, amelyet idősebb gróf Andrássy Gyula hozott tető alá, viszont a csehek körében pedig elégedetlenséget szült az, hogy 1871-ben ugye Andrássy volt az egyik hát fő szószólója annak, hogy a dualizmus rendszerét ne alakítsák trializmussá, tehát ő határozottan ellenezte a cseh kiegyezést, és ez miatt ugye a cseh politikai rétegek a magyar vezető rétegekkel szembe, hát hogy mondjam, tehát antipátiával viseltettek. A nemzetiségi kérdés kapcsán pedig talán, hogy ez milyen problémát is jelentett itt az első világháború előtt, talán utalnunk kell arra, hogy az 1910-ből vannak az utolsó, tehát népszámlálási adatok, ami alapján azt mondhatjuk, hogy az 51 milliós osztrák-magyar monarchiában gyakorlatilag egyetlen etnikum sem volt, amelyik abszolút többséget alkotott volna, tehát a németek voltak 23-24%-kal a legnagyobb etnikum, őket követték 20%-kal a magyarok, tehát egy rendkívül heterogén, nem számoltam össze, de körülbelül egy tucat, vagy talán annál is több nemzetiség alkotta az osztrák-magyar monarchiát, és tudni kell, hogy egészen a 18. század végéig, 19. század elejéig, amíg a modern nacionalizmusok meg nem születtek, addig igazából, tehát a nyelv, a nyelve alapozott kultúra nem volt annyira fontos a rendiség korában. Tehát a rendiség korában, hogyha megkérdeztek volna valakit, hogy ő magát minek vallja, akkor jó eséllyel egyrészt azt felelte volna, hogy mi a vallása, másrészt pedig azt, hogy a rendi társadalomban ő milyen helyet foglal el, tehát hogy jobbágy, városi polgár, vagy esetleg nemes, ám ez aztán a modern nacionalizmusokkal teljesen megváltozott, és ezek a nacionalizmusok egyfajta centrifugális erőt képeztek az osztrák-magyar monarchián belül. Talán itt lehetne említeni, szokták említeni történészek a Nagyszebenben megjelenő Tribuna című lapot, aminek hát az volt a jelmondata, hogy minden román számára Bukarestben kell fel a nap, így értették, hogy egyébként a magyar királyság területén élő románok számára is. Igen, köszönöm szépen. Parancsolj! Bocsánat, ha két rövid megjegyzést szabad ehhez hozzátenni. Ugye Gali Máté nagyon pontosan és helyesen idézte az osztrák-magyar monarchia egészének etnikai arányait. Ez így van, sőt még azt is meg lehetne említeni, hogy relatív többségben, több mint 45%-ban szláv nemzetiségekhez tartozók éltek a Habsburg Birodalomban ekkoriban. Csak ugye a politikai berendezkedés és különösképpen a kiegyezés rendszere miatt nem ez volt a lényeg. Tehát nem etnikai elven, hanem a történelmileg kialakult országok szerint működött a politika és a közigazgatás. És ha már itt tartunk, nyilván említeni kell, hogy a magyar királyságon belül a horvát részt, amely autonómiával bírt, nem számítva, a magyarok 1910-re már 54%-os többségre tettek szert, ami részben indokolja is, hogy miért volt Magyarország olyan nagy mértékben a magyar többség uralma alatt. Ez az egyik, amit mondani szerettem volna. A második pedig talán az, hogy igazából itt a románokkal kapcsolatban tett pontos, érdekes megjegyzés és részlet annyiban árnyalásra szorulhat, hogy ez a Tribuna nevű lap, ez nem feltétlenül jelentett még az indulásakor egy irredentisztikus, szeparatisztikus irányzatot. Tehát a
Trianon felől visszanézve persze megláthatjuk azokat az előzményeket, hogy a nemzetiségek különböző vezetői mennyiben jelentettek olyan politikai törekvéseket, amelyek azután az elszakadáshoz vezettek, de az első világháború előtti korszakban teljes mértékben irreálisnak tűnt az, hogy egy nagy hatalmat csak úgy szét lehet robbantani. És igazából az erdélyi románság politikai mozgalmában is az Erdélynek a Habsburg birodalmon belüli autonómiája, a románság területi autonómiája, illetve kompromisszumos kisebb eredményként kulturális jogok, politikai részvételből való nagyobb részesedés és hasonlók szerepeltek a napirenden. No persze, azt nem tudhatjuk, hogy a szívük mélyén nem örültek volna-e annak, hogy valamennyi román egy nagy román nemzeti államban egyesül, de a hivatalosan megfogalmazott és nyilvánosan képviselt programpontok között egyáltalán nem szerepelt még a Magyarországtól vagy akár Habsburg birodalomtól való elszakadás. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos kiegészítést, és innen léphetünk tovább az első világháborúba, amikor ez a helyzet, amit most fölvázoltatok, nyilvánvaló, hogy alapvetően megváltozik. Mi volt ennek az oka, hogy megváltozott ez a helyzet, és mennyiben hatott ez a későbbi elszakadási törekvésekre, illetve arra, hogy ez meg is valósult? Iván? Ugye nyilván egy háborús helyzet az országok politikai vitáit alapvetően befolyásolja. Ugye ha egy picit is akarnánk aktualizálni, látjuk, hogyha egy ország egy nagy, rendkívüli, speciális küzdelemben van, mint mi most, meg az egész világ ebben a koronavírus pandémiában, akkor nyilván ez alá kell rendelni mindent. Ezt a nagy külső veszélyt kell legyőzni, és csak utána lehet a régi hagyományos ellentéteket ismét elővenni. Egy háborús helyzet az első világháború alatt is nyilván ugyanerről szólt. Minden magyarországi nemzetiség a háború elején különböző megfogalmazásban, de hitet tett amellett, hogy ők hűséges szolgái, alattvalói, állampolgárai a Magyar Királyságnak, illetve a Ferenc Józsefnek, és ez azt a látszatot keltette, hogy itt valóban mindenki összezár, és a külső ellenséggel, elsősorban persze az oroszokkal szemben próbál védekezni. De ez nem jelentette azt, hogy valóban az egyes nemzetiségi mozgalmak félretették, vagy őszintén feladták volna azokat a korábbi követeléseiket, amelyek nem voltak összeegyeztethetők a magyar uralkodó rétegnek az eddigi politikájával és álláspontjaival. Ezt mutatja az is, és pontosan látták ezt a magyarok is, hogy bizonyos engedményeket különösen a románoknak Tisza István a háború alatt is tett, ezek inkább kisebb, szimbolikus jelentőségű dolgok voltak, teszem azt megengedte, hogy az amúgy sem túl gyakori gyűléseiken használhatják a román nemzeti színeket, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából itt látszik, hogy egy kivárásra játszik mindenki, és mindenki pontosan tudja, hogy azokat a korábbi belső Magyarországon belüli politikai vitákat szinte zárójelbe teszi ez a nagy háború. És igazából nem a belső erőviszonyokon, hanem a háború kimenetelén fog múlni az, hogy mi lesz a sorsa az erdélyi románoknak, hogyan fogják a jövőben élni az életüket a dél-magyarországi, horvátországi vagy boszniai szerbek, mi lesz a Galimáté által emlegetett cseh kérdés megoldásával, és így tovább, és így tovább. Tehát a háború, mint ami a kialakult helyzetet alapvetően megváltoztathatja, alapvetően mindenkit kivárásra és nagyon nagy figyelemre ösztönöz, mindenki azt nézi, hogy a saját egyéni nemzeti érdekei szempontjából a háborúnak milyen kimenetele a jó, melyik kimenetelből milyen aktuális lépések következnek, kihez kell közeledni, kivel kell kapcsolatokat kiépíteni annak érdekében, hogy a románok, hogy a szlovákok, hogy a szerbek, vagy akár a dél-tiroli olaszok, stb. Érdekeiket, nemzeti érdekeiket a lehető legnagyobb mértékben meg tudják valósítani. Tehát a háború ilyen szempontból egy picit úgy tűnik, hogy békés, csendesebb állapot, nem nagyok a viták a nyilvánosság előtt, ugyanakkor a háttérben mindenki lehető legtöbb vasat tartja a tűzben, hogy a végén, amikor elválik, hogy mi is a háború vége, akkor aztán a legtöbbet profitáljon a végeredményből. Máté, kiegészíted ezt, vagy... Igen, parancsolj. Szeretném ezt röviden annyival kiegészíteni, hogyha itt például szóba került a dualizmus, trializmussá alakítása, akkor ugye már nem mehetünk el szó nélkül, hogy a magyar miniszterelnök Tisza István először ellenezte a háborúba való belépést, és hát neki az egyik indoka, vagy érve az volt, hogy
hogy hát ezáltal új délszláv területek kerülnének, tehát Szerbia legyőzése esetén a birodalomnak az égisze alá, ez tovább növelné a szláv elemeknek a súlyát a birodalmon belül, és ez már esetleg mondjuk egy délszláv trializmussal csökkenteni Magyarország szerepét a dualista rendszeren belül. Ezért hát neki, függetlenül attól, hogy végül is a hadüzenetet Szerbiának megküldtük, sikerült elérnie azt, hogy az osztrák-magyar monarchia azt proklamálja, hogy bizonyos stratégiai szintű határkiegészítéseket leszámítva nem annektál a monarchia Szerbiából területeket. És egyébként, hogyha megnézzük az 1918 májusi bukaresti békét, egyébként a központi hatalmak, tehát bizonyos, ott is a Kárpátok vonalában tettek bizonyos stratégiai határkiigazításokat, de nem csonkolták meg ennél nagyobb mértékben Romániát, sőt, hallgatólagosan bele is egyeztek abba, hogy Romániáé legyen később aztán az egykoron még cári fennhatóság alatt álló Beszarábia. Igen, most azt javaslom, hogy azon ugorjunk át, hogy milyen szerepe volt az 1915-ös olasz, illetve az 1916-os román hadba lépésnek, valamint nyilvánvalóan 1917-ben az Egyesült Államok bekapcsolódásának a világháborúba, hanem inkább a végkifejlett felől nézzük már az eseményeket, hiszen az előbb említett kérdések maguk is megérnének egy-egy ilyen beszélgetést. Hogyan alakult a nagyhatalmak álláspontja 1917-18-ban Magyarország történeti egysége kapcsán? Ugye Iván említette, hogy 1914-ben leginkább a cári Oroszország volt az, tehát már a háború elején, aki azt mondta, hogy egy háborús győzelem esetén az osztrák-magyar monarchiát át kell rendezni. Ez nyilván az ő érdekeinek megfelelt, lévén, hogy sokkal, tehát nagyhatalmi szempontból jobb, hogyha fragmentált kisállamok vannak a szomszédban, mint egy európai középhatalom. Azt lehet mondani, hogy viszont a nyugati nagyhatalmak nagyjából olyan 1917-18 végéig, 18 elejéig nem voltak teljesen biztosak abban, hogy az osztrák-magyar monarchiát esetleg föderalizálni kell, demokratizálni kell, vagy darabjaira kell esetleg szétvetni. Azt szokták történészek, vagy szakmájukat professzionálisan művelő történészek mondani, hogy nagyjából két oka van, hogy miért döntöttek végül is a nyugati hatalmak az mellett, hogy az osztrák-magyar monarchiát ne föderalizálják, hanem hát felosszák. Az egyik ugye az 1917-es bolsevista forradalom Oroszországban, ami által ugye Oroszország a háborúból kivált, 18 márciusában a Brest-Litovszki békét megkötötte, és ezáltal ez a nagy keleti védvonal, ami esetleg egy ellensúlyt képezhetett volna Németország és a monarchia hátában keleten, ez megszűnt. A másik pedig az, hogy ugye IV. Károly királynak, akit 1916 végén ült trónra, hát érzékelve vagy világosan felvérve a monarchia háborús kimerültségét, ő megpróbált béke tapogatózásokat a franciák és a nyugati szövetségesek irányába tenni. Ez volt ugye az úgynevezett Sixtus levél, ami kitudódott, és hát ez miatt ugye a németek, különösen azért, mert hát Elzász-Lotaringiát odaígérte a franciáknak, hát tehette, miután Elzász-Lotaringia nem az ő birodalmához tartozott, és hát ugye ennek súlyos politikai következményei voltak. 1918 májusában a belgiumi Spába rendelte Vilmos császár az uralkodót, és ott egy olyan szoros gazdasági, katonai együttműködési szerződést iratott vele alá, ami teljesen a monarchiát a császári Németországnak a járszalagjára fűzte, és ezután egyébként már a nyugati szövetségeseknek is egyértelmű volt, hogy a monarchia nem fog ellensúlyt képezni Németország oldalában, és hogyha valamelyest pacifikálni akarják a háborút követően Németországot, akkor hát kisállamok, nemzeti kisállamok sorát kell a monarchia helyett létrehozni.
Iván, gondolom van hozzáfűzni valót. Vagy... Ezzel teljes mértékben egyetértve csak annyi kiegészítést tennék, hogyha a dolgot megnézzük a nyugati nagyhatalmak, tehát Anglia és Franciaország oldaláról, akkor érdemes nagyjából ugyanazt megállapítani, amit Máté is mondott, hogy a háború elején egyiküknek sem a monarchiával, és különösen nem azon belül Magyarországgal volt problémája. Mind a ketten úgy érezték, hogy az egyre erősebb német birodalom az, ami az ő hatalmi létüket, befolyásukat, gazdasági érdekeiket erőteljesen veszélyezteti, és ezért a németekkel szemben folytattak háborút. Igazából a monarchia is csak addig volt komoly ellenség, ameddig a németekkel volt, és a háborúnak az utolsó szakaszáig, ahogy Máté is említette, 17-18 fordulójáig nyitva hagyták annak a lehetőségét, hogy ha a monarchia képes elszakadni a németektől, és képes egy különbékét kötni, akkor bizonyos kisebb veszteségekkel nyugodtan túlélhette volna ezt a háborút. De nyilván itt a kisebb veszteségek mértékesen mindegy, hiszen ugyanezek a nyugati hatalmak a háború folyamán különböző titkos engedményeket, titkos egyezményeket kötöttek olyan kisebb a háborúba menet közben bekapcsolódó országokkal, mint amiket Gábor, te említettél is, ugye Olaszországgal 1915-ben és Romániával 1916-ban, amelyeknek a hadba lépésért cserébe jelentős területeket ígértek a monarchia területéből. Ugye az olaszoknak nyilván elsősorban osztrák területeket, a románoknak viszont eminens módon Erdélyt, a bánságot, illetve Bukovinát. Tehát, hogyha a monarchia rovására tett ígéreteiket meg kellett volna tartaniuk, akkor bizony már az is óriási területi veszteségeket eredményezett volna. Jogosan vetjük föl azonban a kérdést, hogy ha a monarchia képes elszakadni a németek szövetségétől és egy külön békét köt, akkor az sokkal többet ér a nyugati antant számára, mintsem hogy az ehhez képest kevésbé fontos románoknak tett ígéreteiket 100%-ig megtartsák. Tehát itt igazából az volt a kérdés, hogy a monarchia vezetése el tud-e szakadni a németektől, és képes lesz-e külön békét kötni. Ugye így utólag nézve azt gondoljuk, hogy hát ez pofon egyszerű, és ezt kellett volna tenni, de ez sokoknál fogva nem volt ennyire egyértelmű, illetve nem volt ennyire könnyű megvalósítani. Egyrészt ugye a háború során a német segélycsapatok minden fronton együtt harcoltak a monarchiával, tehát nem is lehetett volna csak úgy egyszerűen kiszállni a háborúval, mert ott voltak a német csapatok a monarchia frontvonalán mindenhol, a Balkánon is, az olasz fronton is, az oroszokkal szemben is. Adott esetben ez egy osztrák-magyar-német ellenségeskedés kirobbanásához vezetett volna, ami nyilván nem lett volna előnyös a monarchia szempontjából. Másrészt pedig egészen 1918 tavaszáig a monarchia vezetői nem voltak biztosak abban, hogy a németek nem tudják esetleg megnyerni ezt a háborút. Mert hiszen gondoljunk bele, 1918 tavaszán, pont azután, hogy az oroszok kiestek a háborúból, a keleti frontról rengeteg német egységet képesek voltak a nyugati franciaországi frontra a németek átszállítani, és a háború első pillanatához képest is első ízben volt emberanyag fölényük, és egy nagy támadásba kezdtek. Az 1918 márciusában megkezdett nagy német offenzíva a korábbi állóháborúhoz képest hirtelen nagy áttöréseket és előrejutásokat eredményezett, és hetekig az a látszat keletkezett, hogy a németek most meg tudják nyerni a háborút. Legalábbis Franciaországot ki tudják ütni. Ez nem következett be, és Amerika egyre nagyobb számban beérkező segélycsapataival megállították, majd aztán nyáron vissza is tudták nyomni a német előrenyomulást, de ezért a helyzet nem volt ennyire bizonytalan. Van egy német történész, Holger Afflerbach, aki kifejezetten azt a címet adta a könyvének, hogy Penge élen. Ugye 1914-től 18-ig nagyjából billeg az, hogy éppen egy kicsi előnyre melyik oldal tesz szert, és nem volt egyértelmű még, hogy melyik fél fogja megnyerni a háborút. Tehát a Károlynak és a monarchia többi vezetőjének is abban kellett gondolkodni, hogy nehogy a vesztes oldalára lavírozza át magát, és ezzel még nagyobb bajba kerítse a saját birodalmát. Köszönöm szépen. Parancsolj Máté, röviden, kérlek. Igen, csak röviden, hogy az Iván által elmondottakat annyival egészíteném ki, hogy Ivánnak van egy kiváló tanulmánya a kisebbségkutatásban, még 2008-ban jelent meg, ami azt vizsgálja, hogy 1918 tavaszán, kora nyarán a budapesti sajtó hogyan tálalta a háború menetét, illetve a háború utáni világnak a lehetőségeit. Tehát, hogy 18 kora nyarára, amikor kiesett Szerbia, kiesett Románia, kiesett Oroszország a háborúból, a Caporettói áttöréstél nagy vereséget mértünk az olaszokra, még úgy tűnt nagyon sokak számára, hogy a monarchia fogja megnyerni a háborút, és mire a németek a háború fő arcvonalának számító nyugati fronton felülkerekednek, addigra a monarchia már keleten úgymond
rendezi a dolgokat. Köszönöm szépen, igen, ez is egy nagyon fontos tényező, magam is igazolhatom, hiszen Kléber Zöld kutatásaimból tudom, hogy 1918 nyarán még ő is abszolút abban reménykedik, hogy győzelemre jutunk, és így tervezi a jövőt. De most térjünk rá 1918 őszére, és már a háborús vereségre, illetve arra, hogy a magyar határok sorsa miként alakul, miként képzelik el ezt a nagyhatalmak, és mennyiben befolyásolja a későbbi trianoni békét 1918 és 1919 két forradalma. Erről kicsit hosszabban is beszélhetünk, hiszen ez egy nagy kérdés, és itt nyilván 1918-at és 19-et kicsit szét is kell választani. Azt gondolom, hogy ezt az egész 18-as fordulatot nem lehet megérteni, hogyha nem említjük Woodrow Wilson amerikai elnöknek a nevét, és azt az egészen újszerű politikát és újszerű ideológiát, amivel ő belép a háborúba. Ugye tudjuk, hogy 1917 óta van hadiállapot Németország és az Egyesült Államok között, és 1918. januárjában hirdeti meg az amerikai elnök a maga 14 pontját, amiben tulajdonképpen az amerikai hadocélokat hirdeti meg, de ennél valamivel többet is, hiszen végső soron itt a háború utáni világról alkot egy víziót, és azt mondja, hogy mi ezért harcolunk. Ugye itt a 10-es pont az, ami elsődlegesen a monarchiára vonatkozik, és itt nem teljesen egyértelmű módon, de valami olyasmire utal, hogy a monarchiában a benne élő nemzeteknek a maguk szabad fejlődését kell garantálni. Na most, hogy ez mit jelentett, ez már a megfogalmazás pillanatában sem volt egyértelmű, egy etnikai elvű föderációt, területi autonómiák rendszerét, vagy akár a nemzeteknek a jogát a monarchiából való teljes kiszakadására és nemzeti elvű független államok létrehozását a monarchia egykorú területén. 18 elején, tavasszán még mindenki inkább az elsőre gondolt, de nem vették komolyan abban az értelemben, hogy a háború központi hatalmak általi megnyerése is, ahogy éppen az előbb beszéltünk róla, abszolút esélyes opciónak számított. Ugye 1918 nyarán van egy nagy fordulat a háború menetében, ahol az olasz fronton is egy súlyos vereséget szenved a támadó osztrák-magyar-német haderő. A nyugati fronton a beérkező amerikai erők sorra vetik vissza a németeket, és kezdik a tavasszal elfoglalt területeket lassan-lassan visszaódítani. És ami a legfontosabb, hogy a németek, és különösen a monarchia hadereje érzi a kimerültséget. Ugye a monarchia hadvezetősége megfogalmazza, hogy 19-ben mi már nem fogunk tudni tovább harcolni. Ha 18-ban nem zárjuk le a háborút, akkor nekünk 19-ben biztos végünk van. És ez a fordulat 18 nyarán abban az értelemben is érződik, az előbbi témát ide vissza idézve, hogy a nyugati hatalmak most már, miután kiderült számukra, hogy a monarchia nem képes a németekről leválni, nem képes különbékét kötni, a monarchia és Németország kettősének szövetségéből a gyengébbik etnikai nemzeti szempontból heterogénebb felet, vagyis pont minket, a monarchiát kezdik el támadni, propagandisztikus, illetve az itt élő nemzetiségeknek tett politikai ígéretek révén, és ezeknek az lesz a jelentősége, hogy a wilsoni pontokat most már mindenki kezdi úgy értelmezni, és az amerikaiak is utalnak ilyesmire, különösképpen a monarchiából származó emigráns politikusokkal, a cseh Masarykkal, vagy délszláv politikusokkal tárgyalva, hogy itt van esély arra, hogy a háború antant győzelme esetén a csehek, a délszlávok megvalósíthatják a saját nemzeti egységes államukat, és ez nyilván egy olyan hatalmas ígéret, amivel szemben a monarchia már nem igazán tud mit tenni a mérleg másik serpenyőjébe. Ugye Károly császár 1918. októberében már nagyon későn próbálkozik azzal, hogy Ausztriát átalakítsa egy nemzeti autonómiákból, pontosabban hát nemzeti elvű területi autonómiákból vagy államok szövetségéből álló új Bundesstaat, tehát szövetségi állammá, de ez már sokkal kevesebb ahhoz képest, ami az Antant várható győzelmével a csehekre, délszlávokra vár. Tehát igazából itt a háború menete alapvetően kirajzolja azt a forgatókönyvet, hogy a Habsburg Birodalom halálra van ítélve, a Habsburg Birodalmat az etnikai problémák mentén a győztesek szét fogják szedni. Máté, akkor tőled azt kérdezném, hogy miként alakul ez a történet az őszi rózsás forradalomnak nevezett hatalomátvétel után?
Tehát én egy röviden az össze, tehát az október 31-i események előtt kezdeném, és egy pár mondat elejéig ugye visszacsatolva a nemzetiségi kérdésre. Károlyi Mihály még a miniszterelnöksége alatt 18 szeptemberében folytatott nemzetiségi vezetőkkel tárgyalásokat, arra vonatkozóan, hogy esetleg kormányt alakítana, akkor milyen feltételek mellett lehetne szó arról, hogy a valamilyen módon, tehát föderalisztikus módon a történelmi Magyarország egységét meg lehessen őrizni. Most ez alapján az mondható el, hogy a Károlyi 18 szeptemberében arra az álláspontra jutott, hogy valószínűleg a horvátokat azt el kell engedni. Tehát a Horvátország ugye a Szent Korona része volt, viszont rendkívül nagyfokú belső önrendelkezéssel rendelkezett, tehát külön országgyűlése volt, stb. És ha már Károlyi és a nemzetiségi kérdés, akkor én azt mondanám, hogy a Károlyiéknak az egyik nagy naivitása vagy jóhiszeműsége az az volt, hogyha igyekeznek ezeknek a nemzetiségeknek az igényeit kielégíteni, akkor a monarchia egyben tartható lesz. Tehát 1895-ben volt egy nemzetiségi kongresszus Budapesten, ahol a nemzetiségek nem szeparatisztikus jelleggel, hanem föderalisztikus jelleggel léptek fel, tehát kulturális területi autonómiát kértek ott azokon a területeken, ahol ők a főhatalmat birtokolják, legalábbis népességszám alapján. És a Károlyi kormánynak is a nemzetiségi programja erre a kulturális területi autonómiára alapult volna. Tehát csak gondoljunk bele, hogy amikor Jászi ez novemberben Aradon tárgyalásokat folytatott a román delegációval, akkor ő Erdélynek valamiféle svájci kantonális alapú átrendezését próbálta volna elérni, miközben a románok azt mondták, hogy ők anyanemzetükhöz akarnak csatlakozni, de ugyanúgy Jászinak a Milán Hodzsával folytatott tárgyalásai, amelyek a Tóth impériumot próbálták volna felkínálni valahol ott a szlovák-magyar nyelvhatártól északra. Ezzel szemben Milán Hodzsáék is azt mondták, hogy az ő igényeiket ez nem elégíti ki, és ők a független Csehszlovákiát kívánják létrehozni. Nyilvánvaló az, hogy a Károlyi kormány is, meg a későbbi Berinkei kormány a területi integritás alapján állt. Mi akadályozta meg azt, hogy ezt érvényesítsék, és most itt a nyugati nagyhatalmaknak a szempontjait is kérlek vegyétek figyelembe. Tehát milyen tényezők voltak azok, amelyek ezt hátráltatták, illetve lehetetlenítették? A Károlyi kormánynak a majdhogy nem hivatalos programja a wilsonizmus volt. Tehát ők azt mondták, hogy ők, akik a háború alatt amilyen nyíltan ezt egyáltalán lehetett mondani, végig egy igazságos békét, mielőbbi békét és németellenes külpolitikát hirdettek, ugye még a háború tartott, amikor Károlyi párti képviselők a magyar parlamentben kijelentették, hogy de mi Antant barátok vagyunk, és vállalták az ez miatt a fejükre zúduló többségi felháborodást. Tehát ők azt gondolták, hogy miután itt Wilson meghirdette az igazságos, az etnikai önrendelkezés, a nemzeti önrendelkezés elvei alapján készülő új világrendet, akkor ők ezt előre elfogadják, és majd a béketárgyalások során, mint tárgyaló partnerek leülnek, és elmondják, hogy igen, a románok ezt szeretnék, mi azt, és akkor majd Wilson tesz egy igazságot. És akkor lesz valamiféle béke. Ők abban gondolkodtak, Jászi Oszkár, mint szakértő gondolatai nyomán, hogy mondjuk egy területi autonómiák rendszerévé kellene átalakítani a korábbi területileg egységes Magyarországot, adnának a magyar kormányban miniszteri tárcákat minden nemzeti kisebbségnek, demokráciát vezetnének be, általános választójogot vezetnének be, a nemzeti kisebbségi nyelvhasználókat teljes mértékben tolerálnák és támogatnák, és hogy ezzel mindenkit meg lehet elégíteni. Ebből következően ők azt gondolták, hogy mindenféle az Antant, vagyis a már győztesnek bizonyuló ellenséggel szembeni heves ellenállás, az hiteltelenné teszi ezt a politikát. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én egyszer azt mondom, hogy én az Antantot támogatom, és az Antant híve vagyok, máskülönben meg a bevonuló Antant csapatokra, vagy az Antanttal szövetséges román vagy cseh csapatokra meg elkezdek lövöldözni. Tehát vagy-vagy. És ők úgy gondolták, hogy a wilsonizmus jegyében,
ha a győztesek egy olyan ideiglenes demarkációs vonalat húznak, ami mondjuk a Maros vonalánál van Erdélyben, és akkor a románok addig elfoglalhatják ezeket a területeket, azt hagyni kell, mert ez úgysem végleges határ, a béketárgyalásokon majd egyenlő erők, vagy hát nem is egyenlő erők, de egyenlő jogú tárgyaló felek tárgyalása nyomán kialakítjuk az új igazságos határokat, illetve elmondjuk, hogy mi azért gondoljuk, hogy ezek a területek mind maradjanak meg Magyarországnál, mert mi egy ilyen a kisebbségek számára nagyon pozitív államot fogunk itt kialakítani, és akkor ezt addig ideiglenes állapotként nyugodtan eltűrhetjük, hiszen majd a békekonferencia ezt úgyis igazságosan el fogja rendezni. Ugye ez volt az ő elgondolásuk. Ez egy nagy csalódáshoz vezetett persze, mert ugyan Wilson talán 1918 folyamán még valóban őszintén gondolta ezeket, de hát ő ugye csak az egyik eleme volt a győztes koalíciónak, és a britek vagy a franciák, de aztán a monarchia szempontjából fontos olaszoknál is, a sima hatalmi nemzeti érdekek érvényesítéséről szólt az egész. Ugye Amerika könnyen beszélt onnan az óceán túloldaláról, nekik végső soron tök mindegy volt, hogy most hol húzódnak a határok itt a Kárpát-medencében, vagy hogy a németeket milyen szinten gyengítik meg. Nem Amerikát veszélyeztette Németország, hanem Franciaországot és közvetve Angliát. Tehát itt egyre kevésbé számított az amerikai érdek, egyre kevésbé érvényesültek a Wilsoni magasztos ideák, és egyre jobban azok a nyers hatalmi érdekek, nemzeti érdekek, amiket az európai győztesek és azoknak a kisebb térségbeli szövetségesei diktáltak. Köszönöm szépen, akkor haladjunk kicsit előre. 1919 elején összeül a békekonferencia, az a békekonferencia, amely majd a trianoni szerződést is megköti Magyarországgal. Kérdésem az, hogy miként alakult a magyar határok sorsa ezen a békekonferencián, milyen elképzelések voltak, mennyiben ütköztek ezek egymással, és mennyiben számítottak közmegegyezésre. Hát miután ugye januárban összeült a békekonferencia, azt lehet mondani, hogy a magyar határok kérdését az antant szakértők nagyjából márciusra eldöntötték. Egyedül talán az osztrák és a magyar határ viszonylatában volt az, hogy ott talán az 1919 júliusában született döntés az osztrák-magyar határnak a vonaláról. Tehát amikor tehát azt halljuk különböző ilyen megmondó emberektől, hogy például a Tanácsköztársaság ugye mennyiben rontotta a magyar béke feltételeket, azt tudni kell, hogy gyakorlatilag a Tanácsköztársaság kikiáltására már a magyar határok készen álltak. Romsics Ignácnak is köszönhetően ismerjük a különböző ilyen békeküldöttségeknek a határjavaslatait, és azt mondhatjuk ugye, hogy legkeményebben a franciák támogatták egyébként a monarchiának és a történelmi Magyarországnak is a felbomlasztását, ugye abban az okokból kifolyólag, amikről korábban beszéltünk. Az angolok és az amerikaiak, ők megpróbáltak volna valamelyest etnikailag igazságosabb határokat meghúzni. Tehát, hogyha megnézzük ezeknek az angol szász béke előkészítő bizottságoknak az anyagait, akkor láthatjuk, hogy ott például a párciumi sáv, a baranyai háromszög, vagy éppen Kárpát-aljának bizonyos területei, ők meghagyták volna például Magyarországnak. De hát ismerjük, hogy Amerika aztán kivonult a békekonferenciáról egy idő után, és hát a Franciaország volt, aki egyébként leginkább át tudta vinni elképzeléseit itt a magyar határok vonatkozásában. Igen, tehát nyilvánvaló, hogy a politikai érvek mellett a gazdasági, illetve a stratégiai érvek felülírták a nemzetiségi követelményeket, illetve azokat az adottságokat, amelyek igazságosabb etnikai határa irányultak volna. Na most, igen, parancsolj. Igen, tehát ezt annyiba egészíteném ki, hogy például a párciumi sávot, ami hát meglehetősen nagy számban ugye magyar etnikumúak lakták, hát azért csatolták Romániához, mert ott egy vasútvonal húzódott, és a stratégiai gazdasági szempontból a románoknak rendkívül fontos volt, de hát ugye talán emblematikus volt itt a vasútvonalak kapcsán Sátoraljaújhely esete, ahol Sátoraljaújhelyen a határvonal az valójában a vasúti sorompó volt, tehát miután ott ment Kárpátaljára Prága felől a,
a vasútvonal. A csehszlovákok közölték, hogy nekik mindenféleképpen erre a vasútvonalra szükségük van, lefektetni újat nem akartak, és a döntéshozók végülis nekik adták a vasúti sínt. Ha jól emlékszem, az indóház az Magyarországnál maradt, és gyakorlatilag a Sátorraljai Újhelyen a vasúti sorompó jelentette a határvonalat. Köszönöm szépen, ez egy fontos újabb szempont volt, hiszen tudjuk, hogy a vasútvonalak kulcs szerepet játszottak a határok meghúzásában, ilyen szempontból is sajnos, ahogy említetted. De most lépjünk egy kicsit ezen túl, hogy eljussunk oda, hogy a magyar békedelegáció végül 1919 végén áll össze, és 1920 elején utazik ki Párizsba. Mit tudott tenni ez a békedelegáció a magyar érdekek mentén? Volt-e egyáltalán lehetősége arra, hogy bármit is változtasson azon, amit már, mint ahogy mondtátok, 1919 tavaszán elhatároztak? És itt valóban szeretném hangsúlyozni, amit Márti említett, és kiemelni, hogy a tanácsköztársaság idején egyetlen egy negatív változás következett be a későbbi határok vonatkozásában, ez Burgenland elvesztése volt, más nem. És ezt a területet tulajdonképpen, ha nehezen is, de a magyar politikusok közül többen belementek volna abba, hogy ez elkerüljön Magyarországtól szemben a többi területtel. Tehát a kérdés az, hogy a magyar békedelegációnak milyen lehetőségei voltak Párizsban, voltak-e egyáltalán lehetőségei? Mielőtt teljesen felmentenénk a tanácsköztársaságot az alól, a vád alól, hogy ő nekik semmi felelősség nincs a trianoni határokban, és csak a Burgenland problémáért tesszük őket felelőse, én azért arra utalnék, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy egy országnak a béke delegációja egyáltalán mikor kerül oda, hogy leülhet egy tárgyalóasztalhoz. Ugye a Burgenland kérdésnél is erről volt szó, hogy a szociáldemokrata vezetésű, de alapvetően nagykoalíciós osztrák kormány küldöttsége már 1919 közepén oda mehetett, és elmondhatta, hogy hát értjük, hogy ezt a határt itt a monarchián belül kialakították a történelmi viszonyok, de hát a túloldalán németek élnek többségükben, ugye a mai Burgenlandnak a lakossága már akkor is német többségű volt, és hát akkor ezt most mi kérjük. És ugye nem volt ott egy magyar delegáció, melyik érvelhetett volna ezzel ellen, és azért nem volt ott, mert Magyarországon egy bolsevik diktatúra volt, akiket különböző okok miatt és különböző részletek után, tehát ez sem volt ennyire egyszerű, de tényleg ebben nem menjünk bele, nem voltak hajlandók aztán meghívni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye az a 133 nap, amit ugye 40 évig dicsőségesnek kellett mondani, az egy bizonyos értelemben egy zárójelbe teszi a nemzeti történelmet Magyarországon, mert a Kumbéla befolyása alatt álló kommunista, szociáldemokrata kormány nem volt a nemzeti integritás talaján. Tehát amiket ők mondtak, az ugye a proletári internacionalizmus ideológiája volt. Volt olyan, egyébként pont egy osztrák lapnak adott interjúja Kumbélának, amely kijelentette, hogy őt nem érdekli, hogy hol húzódnak a proletár diktatúra határai, hogyha sikerül megmenteni a nemzetközi munkásmozgalom ügyét a Kárpát-medencében csak a Budapesten és környékén, de ő azt is aláírja, nyilván nem azért, mert bolond volt, vagy ennyire nagy mértékben köpött a magyar nemzeti érzelmekre, hanem azért, mert úgyis abból indult ki, hogy jön a proletár virágforradalom, az majd győz Münchenben, Bécsben, Berlinben, és az egész imperialista békekötősdi, az a proletárok nagy nemzetközi forradalma el fogja söpörni, és akkor majd a proletárok a maguk kommunista ideológiája mentén kialakítják a megfelelős igazságos határokat. Tehát azért nem mindegy, hogy van kommunizmus Magyarországon, vagy nincs kommunizmus, az én személyes meglátásom szerint, mert ez a 133 nap késlekedést jelent, és ennyivel is később lehet elmondani a magyar érveket. Ennyiben is hátrányosabb helyzetben van az Aponyi Albert által kiküldött magyar békedelegáció, mint mondjuk a Renner féle osztrák, vagy akár a német. És miért fontos ez? Azért, mert ugye azt se felejtsük el, hogy ugye a párizsi vagy versailles békekonferencia fő célja Németországnak a korlátok közé szorítása volt, és ehhez képest egy teljesen mellékes, abszolút pici részletkérdés volt, hogy mi lesz velünk magyarokkal. Ha a nagy kérdésben már megegyeztek, hogy ha hosszú viták után sikerült kialakítani egy kompromisszumot, akkor nagyon minimális esély volt arra, hogy pont a magyarok kedvére az egészet elkezdik újra tárgyalgatni. Tehát ha az elején, vagy nem is az elején, de legalább hamarabb ott lettünk volna, akkor talán
nagyobb lett volna a mozgástér, és talán több részletkérdésben lehetett volna kedvezőbb álláspontot képviselni, vagy kedvezőbb eredményt elérni, ami nyilván nem jelenti azt, hogy ha nincs kommunizmus, akkor megmarad a teljes történelmi Magyarország. Az már elment 18 közepén gyakorlatilag, de az, hogy mondjuk a Csallóköz hova tartozik, vagy a Sátoraljóhelyi vasútállomás hova tartozik, vagy Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti hova tartozik, az szerintem, ha nem is közvetlenül, de az általam említett közvetett érvek nyomán bizonyos részben azért azon is múlott, hogy nálunk volt egy tanácsköztárság, Ausztriában, cseheknél, románoknál, dészszlávoknál meg nem volt. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos volt, hogy elmondtad. Annál inkább is, mert részben a szociáldemokrata álláspont is hasonló volt, itt csak utalnék arra, hogy Kunfi Zsigmondnak a sugalmazására már 1918. december 5-én a Névszavának megjelenik egy vezércikke, aminek beszédes a címe, a területi integritás hazug jelszava, mondja Kunfi tulajdonképpen a saját kormányával szemben, amely ekkor még ezen az alapon áll, és nem sokkal később Kunfi egy minisztertanácsi ülésen is kifejti ezt az álláspontját, hogy nem szabad a területi integritáshoz ragaszkodni. De lépjünk tovább, illetve még elmondhatod a hozzáfűzni valódat, Máté, de rögtön jelzem a következő kérdésem, ami az előző kérdés, hogy haladjunk el Trianonig legalább, tehát mi volt a helyzet a békekonferencián, miután kiérkezett a magyar küldöttség, de akkor Máté, mondjad még, amivel szeretnéd kiegészíteni az előzőket. Ugye annyival, hogy az Iván által idézett ugye osztrák lap, ez a Neue Freie Presse volt, ahol szó szerint azt mondta Kun Béla, hogy mi nem állunk a területi integritás alapján. És ezt a gondolatiságot képviselte végül is aztán 19 júniusában is, amikor a felvidéki hadjárat során visszafoglalt Kassára elment egy hatalmas küldöttséggel, és hát várták a kassaiak, hogy mit fog mondani a külügyi népbiztos, és ott Kun Béla világosan elmondta, hogy ugyan hát visszaszorították innen a csehszlovákokat, de tudni kell azt, hogy ők nem a csehszlovákok ellen harcolnak, hanem az elnyomó burzsóázia ellen, és őket nem érdekli az, hogy az elnyomottaknak mi a nemzetisége, hanem tényleg a világforradalom kirobbantása az ő céljuk, tehát nem a nemzeti határoknak a védelme. Ivánhoz még annyit visszacsatolok, hogy én is az egyik legnagyobb problémának azt tartom, hogy itt egészen 1920. januárjáig nem volt, aki képviselje a magyar ügyet Párizsban. Tehát, hogy például a csehszlovákok, akiknél Benes már az első világháború alatt ott előszobázott Párizsban, vagy románok, akik még Mária királynét is bevetették, ugye, hogy megpróbáljanak valamiféle előnyösebb feltételeket kicsikarni maguknak. Ehhez képest ugye 1919. novemberében alakult meg Huszár Károly vezetésével Magyarországon az a úgynevezett koncentrációs kormány, amit az Antant elfogadott, és meghívták őket a békekonferenciára, ahol egyébként már nagyjából a döntő kérdések úgymond le voltak játszva, tehát Aponyinak a legenda szerint több nyelven elmondott beszéde, vagy esetleg ugye Teleki Pálnak a vörös térképe már igazából nem javította a pozícióinkat a békekonferencián. Iván, gondolom, hogy van valami hozzátenni valót. Hát talán annyi, hogy ugye érdemes hangsúlyozni, hogy a békekonferenciára először megjelenő magyar küldöttség az akkori magyar politikai és tudományos elit legkiválóbb embereit tömörítette. Tehát ugye Aponyi Albert egy veterán, nagy tekintélyű politikus volt, és ugyan szokták mondani, hogy a háború alatti német barátsága, illetve a nemzetiségi politikája miatt a románokkal, szlovákokkal szembeni nagyon sok konfliktusa miatt talán nem volt szerencsés választás, de másfelől meg mellette szólt egyrészt a kimagasló intelligenciája és nagy tudása, kiváló szónok hírében állt, másrészt az az évtizedes küzdelem, amit a háború előtt a nemzetközi békemozgalom, illetve az interparlamentáris unió keretében töltött el. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az első világháborús időszakban Aponyi volt a legismertebb, külföldön legismertebb magyar politikus, és ő tényleg hatékonyan, hatásosan, több nyelven képes volt elmondani a magyar érveket. Ugye itt nyilván azt is érdemes hangsúlyozni, hogy mik is voltak ezek a magyar érvek. Tehát ugye egyrészt próbált több húrú hangszeren játszani, ha szabad ezt a képet használnom. Egyrészt
utalt arra, hogy történelmi, gazdasági és egyéb okok miatt a területi egysége a régi Magyarországnak az egy olyan érték, amit mindenképpen meg kéne tartani. Másrészt viszont azt mondta, hogy az etnikai elvű népszavazásoknak az eredményét azt ők elfogadnák. Tehát egyfelől ragaszkodott is a területi integritáshoz, másrészt viszont megmondta, hogy ha egy igazságos, becsületes, csalásoktól mentes népszavazás dönt bizonyos területek esetében az elszakadás mellett, akkor ők ezt előre elismerik. Persze ebben a pozícióban, amikor Magyarországnak már több mint a kétharmada csehszlovák, román, meg délszláv megszállás alatt volt, akkor persze ez nem volt, az a népszavazás nekünk már csak jót hozhatott volna, és jellemző, hogy amikor viszont tényleg megtörténik a népszavazás, ugye Burgenland esetében, akkor ott az milyen végeredményt hoz, de persze az is kérdés, legalábbis az osztrákok ezt vitatják, hogy ez egy valóban csalásoktól mentes és igazságosan lerendezett népszavazás volt. Mindazonáltal az egész arra mutat rá, hogy aki az adott területnek a birtokában van, annak a kulcspozíciói nagyon erősek, és azt a békekonferencia már az előbb elmondottak miatt is elég nehezen tudta volna felülírni, és itt megint utalni szeretnék arra, hogy a békekonferencia eleve egy több mint egy évvel az összeülése után már nem igazán szívesen foglalkozott egyre kisebb, és az ő szempontjukból nézve egyre jelentéktelenebb kérdésekkel. Tehát nem nagyon lehetett se a brit, se a francia közvéleményt, vagy a brit és a francia csapatokat mozgósítani, hogy na akkor most ide be kell vonulni, mert igazságot kell tenni mondjuk a kárpátalja hovatartozása érdekében. Ez nem működött, és ezért a már kialakult dolgokat alapvetően békén hagyták. Ugye ez látszik abban is, hogy az aponyi féle nagyvonalú beszéd nyomán a brit miniszterelnök Lloyd George és az olasz is ugye azt gondolja, hogy hát tényleg legalább a csalló közt meg kéne hagyni Magyarországnak, mert hát ez egy színmagyar terület, ott van a határ mellett, tulajdonképpen nem is lenne különösebb probléma, de aztán úgy döntenek, hogy hát most már hagyjuk így az eredetiben. Nyilván itt is a részleteket érdekes lenne elmondani, de erre attól félek, most nincs idő. Hát köszönöm szépen, egyáltalán semmire nincs már időnk, mert sajnos a beszélgetés végére értünk, anélkül, hogy a békeszerződés pontjainak az elemzésébe belementünk volna, de azt hiszem ez egy külön est témája lehet. Itt röviden annyit el lehet mondani a visszhangról, amivel gondolom egyetértetek, hogy Aponyinak ez a híres védőbeszédnek mondott szónoklata, ennek az érveit használják aztán a két világháború között mindvégig, kicsit kiegészítve, kicsit módosítva azokat, de nagyjából ugyanazon a nyomvonalon haladva, amit Aponyi 1920. januárjában, január 16-án a békekonferencia előtt elmondott. Azt gondolom, hogy további beszélgetések lesznek a következő tanévben is a témái a békeszerződésnek vagy békediktátumnak. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a figyelmüket, külön köszönöm két vitapartnerünknek, akik nagyon sok mindenben egyetértettek, ifjú Bertényi Ivánnak, illetve Gali Máténak ezt a mai nagyon jó beszélgetést, és itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy folytatódnak a Veritas estek, akkor is, ha még mindig kijárási tilalom lesz, illetve nem gyűlhet össze akkora tömeg, mint amekkora szokott a Veritas zsilucai székházában egy-egy ilyen Veritas esten, hiszen 80-100 látogatónk majdnem mindig van. Tehát ha ez nem lehetséges június 2-án, mint ahogy most úgy tűnik, hogy nem lesz az, akkor ugyanilyen formában, ahogy ma hallhattak bennünket, június 2-án 6 órától ismét találkozunk. Nagyon köszönöm, hogy megnézték, meghallgatták mai programunkat, mindenki vigyázzon magára, és további szép estét kívánok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!